nagy, kemény motoros emberek kezébe, pici cuki macik. Ma konkrétan úgy vettem részt a forgalomban vele, mintha én lennék a köztársasági elnök. Látod, hogy piros a lámpa? Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Ezen a hétvégén 3 napos motoros fesztivál van Győrben és környékén. Ezzel kapcsolatosan megkeresett egy motoros klub, hogy csináljunk egy olyan banzájt, amit még soha senki. Sziasztok! Szia Norbi! És nem is ezek szirénáznak, hanem azok! Ilyen se volt még. Maci kórház már volt, de olyan, hogy 22 darab Honda Goldwing motorral közösen és a rendőrséggel közösen viszünk Macikat a kórházba, na olyan nem volt! Gyere közelebb, most felvettél út. Gyere közelebb, és innen indulják fölfelé, légy szíves, és az arcomon fejezd be. És akkor mondom. Látod, hogy piros a lámpa? Olyan volt már, hogy rendőrautó után mentem, de az, hogy piros lámpán beállnak a rendőrmotorok, hogy senki sehova, mi meg megyünk keresztül, na ilyen nem! Egy civil emberek által megálmodott kezdeményezés, amely politikamentesen minden üzleti és haszonszerzési indokot kizárva, pusztán jó indulatból és szeretetből, magánemberek és cégeket tömörítve azért dolgozik, hogy a gyerekeknek, akik a kórházban tartózkodnak, egy plüsmacit tudjon ajándékozni, és talán megkönnyítve ezzel az ott tartózkodásukat, és persze haza is vihetik. Jön a helyi tévé meg újság fotózni, és mondják, hogy akkor mindenki álljon be a motorja mellé. Nekem nincs motorom. Vagy jött, dehogy nincs. Itt van benne. Úgyhogy én ide álltam mellé. Gyik oda, jó? Együtt. Okay. Mert ezek nem jöttek, jó. Ki, oda átadják. Nagy, kemény motoros emberek kezébe, pici cuki macik.
Annyira jó érzés látni, és egyben megható, hogy ezekkel a nagy, menő, erős kétkerekűekkel ide jön 22 ember, akik közül többen sikeres üzletemberek, vállalkozók, és teljesen önzetlenül idehozza beteg gyerekeknek a kórházba 115 darab macit. 115-öt! És ahogy a marketingben szokták mondani, ők nem egy tárgyat hoztak, hanem egy érzést. Örömöt, megnyugvást, talán egy kis biztonságot a kicsiknek, hogy arra az időre, amíg itt tartózkodjanak, könnyebb legyen az életük. Le a kalappal, srácok! Na gyere! Nagy gáz. Padló. Nagyon szép. A mai esemény tanulsága, tök mindegy, hogy mit van, motorod, autód, mennyire vagy menő, mennyire vagy gazdag, mennyire vagy szegény. Segíteni sosem ciki. Indulás haza. Ja, ide jött hozzám elköszönni Peti, a motorosoknak a vezetője vagy főszervezője, és elmondta, hogy tulajdonképpen neki az egész ötlet, hogy a motorosok adjanak macit a kórháznak, az én videómból jött. Követi a YouTube csatornát, és látta azt, hogy én Norbiékkal itt voltam a Maci kórházban, és így fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy ezt ő is szeretne segíteni a gyerekek. Szóval tulajdonképpen én adtam az ihletet. Megint csak azt mondom, ki vagyok én? De látod, már ezért megéri csinálni ezt az egészet. De hogy vidáman zárjuk ezt az egészet, íme néhány felvétel a motoros fesztiválról. Köztük a legmenőbb ruha díja. És tőletek is úgy köszönök el, ahogy tőle. A tehén legyen veled! Az nem emlékszem, hogy elég!